Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Ezt a szentmisét az egységért ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen minket az örök életre. Istenünk, te fiadnak, a Szent Szűz áldott gyermekének születését mentesítetted az emberi természet gyarlóságai alól. Hadd kérünk, hogy általa új emberré legyünk, és megszabaduljunk az áteredő bűn következményeitől, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent lecke Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, senki se vezessen félre titeket. Jézus az igazság, ezért az igaz ember az igazság szerint cselekszik. Aki bűnt követel, az a sátántól való, mert a sátán kezdettől fogva bűnös. Azért jött el az Isten fia, hogy lerombolja a sátán művét. Aki Istentől született, nem követel bűnt, mert megmarad benne az isteni élet csírája. Nem vétkezhetik, mert Istentől született. Ebből ismerhetők fel Isten gyermekei és a sátán fiai. Aki nem az igazság szerint cselekszik, nem Istentől való, de az sem, aki nem szereti testvérét. Ez az Isten igéje. Thank you.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben keresztelő János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek, az Isten báránya. Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdték Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte. Mit kívántok? Azok ezt felelték. Rabbi, ami annyit jelent, hogy mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével Simonnal találkozott, és szólt neki. Megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az imént hallott evangélium nagyon szépen bemutatja azt a folyamatot, ahogyan a Krisztus keresőből Krisztusra mutató ember lesz. Keresztelő János rámutat Jézusra, íme az Isten báránya, nézzétek! És ennek következtében a két tanítványa, a tanítványai közül ketten elkezdik követni Jézust. Így az év elején adjunk hálát azokért a testvéreinkért, akik számunkra Krisztusra mutató jelek, testvérek voltak, akiknek a szava, az élete, a tettei, azok Krisztusra mutattak, és segítettek nekünk abban, hogy elinduljunk a Krisztus követés útján. A hit hallásból ered, mindannyiunknak voltak olyan emberei, legyenek azok szülők, pedagógusok, hitoktatók, nagyszülők, vagy teljesen családon kívüliek, akik Krisztusra mutattak, és akik hitelesen mutattak rá Krisztusra, és segítettek abban, hogy elinduljunk a Krisztus követésében. Kell valaki, kellenek valakik, akiken keresztül rátalálunk Jézusra. A következő fázisa ennek a folyamatnak, hogy elindulni Jézus után. Ha felfedeztük, hogy ő az, akkor el kell indulni az ő nyomába. Keresni kell a találkozást vele. Adjunk hálát minden olyan felismerésért, amely abban segített, hogy Krisztust lehet követni, Krisztus szavát meg lehet valósítani, az ő szavára rá lehet bízni magunkat. Az ő igéje, az ő szava utat mutat és megtart valamennyiünket. És aztán nem csak követni kell a mestert, hanem időzni vele. A két tanítvány megszólítja Jézust, hogy Mester, hol laksz? Ő pedig azt mondja, hogy jöjjetek, nézzétek meg. A legdrágább pillanatai,
percei és órái az életünknek azok az idők, amit Krisztussal töltünk, amikor vele vagyunk, amikor nála időzünk, amikor osztozhatunk ő vele, amikor hallgathatjuk az ő szavát, az ő jelenlétébe belemerülhetünk, és ugyancsak fordítva is igaz, amikor jelen lehetünk az ő jelenlétébe, és mi is megoszthatjuk vele érzéseinket, vágyainkat, gondolatainkat, mindazt, ami velünk történt. Ezek a találkozások, ezek az együttlétek a szeretet erőterében történnek, és átformálnak bennünket. Minél több ilyen jelenlét, együttlét, találkozás van, annál jobban formálódunk és alakulunk Krisztus követőből Krisztusivá, és másokat Krisztushoz vezetőkké. Mert azt olvastuk az evangéliumban, a kettő közül, aki hallott Jézusról, és aki együtt időzött Jézussal, társával együtt, András volt, aki szólt testvérének, és a testvérét elvitte Jézushoz. Ez a folyamat zajlik mindegyikünk életében, hogy a Krisztus és a való találkozás, a vele való együttlét, időzés, az képessé tesz bennünket arra, és készségessé tesz bennünket arra, hogy másokat is elvigyünk Jézushoz, ahogy a minket odavedettett a Szentlélek, és a mi életünket is átformálta a vele való találkozás. Adjunk hálát az életünkben jelenlévő, felbukkanó, Krisztusra mutató testvéreinkért, a Krisztus követés ajándékáért, azokért az időkért, amikor az ő jelenlétében időzhetünk, és azokért a helyzetekért, amikor mi vihetünk másokat az Úr Jézus Krisztushoz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen néped felajánlott adományait, hogy szentségi ajándékaidban meg is kapjuk azt, amit buzgó hittel vallunk,
Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És veletek. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. A mai napon fölragyogott benne megváltásunk fénye. Az örökig egy gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan dicsőség származott, sőt csodálatos cserével miénk lett isteni, örök és boldog élete. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselsz szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból.
bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogsága Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint. Így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus békefejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szellemben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk. Istenünk, te mennyei eledelben részesítesz, és magadhoz emelsz minket. Kérjük, tedd hatékonnyá szívünkben a szentség erejét, hogy előkészítsen minket további kegyelmeid méltó fogadására, Krisztus, ami Urunk által. Amen. A Szent Misa után dicsőítéssel folytatjuk. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földön rakott. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.